Koller, Berdónak a kiugratás, Berdó a védelem mögött, már a 16-oson belül. Jóval ment. Pesz meg. Lövés, Gőce. Dó, most viszont indulhat a Ferencváros. Schwab indul meg nagy lendülettel. Belül két érkező. Átjut a hosszúra. Kapufára pattant a labda, most lövés. Ment Kovács. Gőce öklözi, nem merte fogni. Kovács kapja vissza, Kovács a kényszerűtés követően. Pap, ott van Kovács előtt. Gőce nagyot védett, de sajnos a kipattanót 16-os számmal játszó Varga Bence juttatta a hálóba. Gólszerző Varga Bence. Átforgat a jobb oldalra. Gőce. Szöglet. Nagyot védett Gőce. Mert nagyon sok van vissza a találkozóban. Jön befele a szöglet. Büntetőt reklamálnak a ferencvárosi kispadról. Koplárovicsnak lehet, hogy a kezét érte a labda. Szögletet ezúttal is Tóth végzi el. Száll befele a labda. Jóval érkezik kapujából. Koplárovics! Szabad labda volt, összerúgtak a ferencvárosi játékossal. Érdekes módon kifele szabad rúgás. Ráadásul Koplárovics tovább vitte a labdát, és a kapuba tartó lövését egy ferencvárosi mezőnyjátékos kézzel ütötte ki. Tehát szerencsés esetben ezzel 11-est és egy kiállítást harcolhattunk volna ki. Kapja Vas Máté. Schwab. Pesz meg. Mellé. Pap. Jobb oldalra. Bedobás. Berdó rutinosan oldotta meg, most pedig már a bedobás után. Kezdezés, 11-es. Asztalos Dániel harcolt ki 11-est. Át akart emelni a ferencvárosi játékoson, de kezet ért a labda, így teljesen jogosan következik a büntető. Mészáros István a sípjába fúj, Tóth pedig most fut neki, lő, gól! 1-1. Tóth Zoltán ezúttal is belőtte a 11-est. Karacs. Tassemájer. Kapja Laki, lehet vele menni, Berdó! Nagyon nehéz dolga van csapatunknak. Koplárovics kap most egy nagyszerű labdát, felhajtó, Koplárovics beadja. Kapus pedig hatalmasat mente. Tóth Koplárovics. Vagy a Berdó. Berdó Balázs. Koplárovics. Kedvezőbb helyzetben, mint a védője. Koplárovics Béla. Gól! Koplárovicsé az érdem. De Laki Zolt előtte gólt. Nagyszerű volt a támadás. 2-1 a Kozár Mislánynek. Cserélni fog a Kozár Mislány csapata. Erős Csaba fog pályára lépni. Ő újonc az NB2-ben. Első alkalommal kerül a felnőtt csapatba. Kovács Tamás hagyja el a játékteret. Tóth fog belépni a helyére. És várhatóan Erős Csaba baloldali védő pozícióba érkezik. Gőce. Meleg pillanatok a kapunk előtt. Gőce.
Gőce nagyot védett. Mészáros játékvezető háromszor fúj a sípjába, ami azt jelenti, hogy a Kozár Michelin csapata 2-1-es győzelemmel zárta a Ferencváros 2 elleni találkozót.